Reggel írták alá azt a megállapodást, mely rögzíti a Victoria Rehabilitációs Központnak nyújtott 2013-as évre vonatkozó önkormányzati támogatás mértékét és ütemezését. Ez az összeg idén 12 millió forint lesz. Január 1-től igaz nem önkormányzati, hanem állami feladatot lát el a központ, azonban a helyi közösségnek is van feladata abban, hogy egy ilyen szervezet megfelelő anyagi támogatásban részesüljön, mondta Cserpakovics András polgármester. Itt egy támogatás nyújtásáról, biztosításáról volt szó. Ugye tavaly sem arról volt egy folyta vita, hogy a Victoriára szüksége van, vagy nincs, hanem sem arról, hogy egyébként szakmaiságát tekintve milyen az egyesület munkája, hanem egy jogi probléma adódott. Szerencsére ez január 1-ével megszűnt, és ezért fogadtuk el a Victoriának azt a kérését, hogy 8 millió forinthoz képest 12 millió forintot biztosítson az önkormányzat. Az aláíráskor Horváth Klára, az intézmény vezetője megköszönte, hogy az idei évet biztonsággal tudják végigvinni. Hamarosan egy olyan országos konferenciát is tartanak itt, melyel az emlékév programjaihoz is kívánnak majd csatlakozni. Ezen a sérült emberek helyi ellátását szeretnék bemutatni. Mint mondta, az intézmény továbbra is a megszokott szolgáltatásokkal áll rendelkezésre, és a támogatásnak köszönhetően jó színvonalon tud tovább működni. Természetesen továbbra is nagyon takarékos gazdálkodás mellett ez az összeg egy biztonságos működést ad. Tehát ebből mi úgy érzem előre is, hogy az évet végig tudjuk csinálni, és hát a színvonalat tartani. Először egyébként éves szinten 8 milliós támogatás szerepelt a költségvetési tervezetben, azonban a Victoria által kért havi 1 milliós támogatásra növelték ezt az összeget. Így a központ működése ebben az évben várhatóan zavartalan lesz.